A nyári zsúfolt programok miatt őszre tolódott a Bárka folyóirat negyedik számának bemutatója, melyet a frissen megjelent ötödik számmal együtt ismerhetett meg a nagyközönség rendhagyó helyszínen. Mióta tudok erről a rendezvényhajóról, meg is láttam, azóta készülök rá, tervezem, hogy hát akkor itt is kellene egy irodalmi estet csinálni, és hát látom is, hogy özönlik a közönség, mert másokat is maga az ötlet izgatott, hogy hogy lehet itt, mi ez a hajó, és hogy itt rendezvény van, és irodalom, és mi köze egymáshoz. Hát tulajdonképpen ugye a Bárka a mi nevünk, meg ez az építmény, hajó, ez találkozik most össze a mai estén. Az idei 4-es és az 5-ös szám még mindig a folyóirat fennállásának 25. évfordulóját ünnepelve, és Békés Csaba város újratelepítésének 300. évfordulója előtt is tisztelegve jelent meg, melyet a szerkesztők, alkotók mutattak be, felolvasással illusztrálva, kedvet teremtve az olvasáshoz. Az 5-ös számunk az pedig inkább a szomszéd városhoz, a Gyulai Vászonyházhoz kapcsolódik most egy kicsit, mert ott volt a nyáron egy nagyon érdekes Shakespeare fesztivál, Shakespeare konferencia, és a műhelyrovatunk, az 5-ös számú műhelyrovata ennek a Shakespeare konferenciának 3-4 írását is tartalmazza, meg amúgy is az irodalmi anyag is egy kicsit a Hamlet témaköré szerveződik, mint ahogy Gyulán a Shakespeare Fesztivál, máskor is, régebben is csináltuk már ezt, annak idején Gedeon Jóskával is együtt gondolkodtunk, hogy az ottani konferencia anyagából közöltünk, most meg, hogy én ott is vagyok, hát még inkább kínálta magát a lehetőség, hogy összekapcsoljuk ezt a két dolgot. A rendkívüli helyszín után mind a Bárka bemutatói és az író-olvasó találkozók, irodalmi estek is visszaköltöznek a szokott helyszínre, így a következő alkalmakat már a Jókai Színházban kereshetjük.